Jó reggelt! Megyek ébreszteni Csabit. Egy jó kis kérdéssel. Gongi Tampai! Van kedved egy jó kis Shaolin leszámoláshoz, Csabi? Jó reggelt! Mi a helyzet veled, ember? Frissítő volt a reggel, Csabi? Basszus. De amúgy tegnap is ízés spritz volt, nem? De igazad van, hozom is a párnát. Nem vagy egyedül egy mainstream videó, most vagy. Ez már... Te... Mi szép volt. Gyere, Csabi! De már én azt nekem is. Mi van veled, ember? Jó reggel! Semmi, de... Még a reflex érzékeim nincsenek a helyén, szóval... De várj! Na mi van? Mi van? Mi van? Mi volt ez a Songoku futás? Ez volt. Dani történt. Felkeltél, Csabi? Szóval azt támadod, hogy? Ki vagyok gyúrva. És olyan testem van, mint neked. Hát, ahhoz még egy kicsit gyúrni kell, de... egy csöppet. Ha majd jövőre. Nézzük meg, mi van a Bunky Brothers-szel. Szevasztok, tesók! Mi van veletek? Mi a helyzet? Jó reggel! Csabi! Szegényeket vízzel ébreszted. Ennyi benye. Óvatosan, hát te is rajta vagy a listán. Szóval Csabit, ezt ki fogjuk húzni a listáról. Igen? Ja. Megy át Twitterre, mi? Ja. Ja. Ivivel már nem lesz többé ismerős. Na srácok, jó reggelt, ébresztőcske. Akkor... Mi az, bra? Na, hát akkor ez az ébresztés is megvolt. Hellóztok srácok! Még mindig itt vagyunk a People Team táborba, és a mai napon azt fogom nektek bemutatni, hogy milyen is itt egy ilyen fotózás. Minket fognak fotózni, engem, Bunky Benit, Bunky Boldit és Danit. Minket így youtubereket, de persze másoknak is lehetősége lesz arra, hogy őket is lefotózzák profi körülmények között. És igazából most ezt fogom nektek bemutatni, hogy ez mégis hogyan történik. I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover. És hát úgy gondolom, hogy jó képek születtek, bár még nem láttam őket. És itt vannak a háttérben a többiek, akik egyébként még arra várnak, hogy őket is lefotózzák. The day
I met you. I forgot just why I left you. I was insane. Say, played out Blink 182 song. Got me beat to death in Tucson. Okay. Nagyon király volt, szerintem amúgy sem. Csabi is élvezte. Ja, nagyon élveztem, király volt, és éppen Blade-t szervezem. Tényleg? Nem amúgy, de amúgy de igazából, ja, szerettem ezt a fotózást, tök jó volt, tök sok jó fotó készült, remélem. Ja, úgyhogy ezeket megmutatjuk nektek, lehet, hogy vagy profilképként, borítóképként is látjátok őket. Úgyhogy igen. Jó hangulatban tehát, és olyan jó volt látni, hogy sokak így a végére, hogy meg igen. Kinyíltak, és ők is milyen természetesek tudtak lenni itt a kamerán. Igen, azért az egyik ilyen médiavezető, Dávid elég jönnözte őket, de Samu is, és a többi ember is, meg szerintem azért mi is dolgunk nekik, hogy gyerünk, pózolj, ez az, és tök jó, tehát az egész, és tök vicces volt, szóval egy fotózás is tud vicces lenni, most nem csak komoly. És ott van Zara. És ő is már benne van a napokban. Na, szóval ja, ennyi volt ez a fotós vlog. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és kövessetek minket továbbra is. Engem is, meg a többieket is. Srácok, ennyi volt ez az egy hét, gyorsan elszállt. De azért reméljük, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor mindenképpen tartsatok velünk jövőre is. És tudjátok, a szokásos, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornáinkra. Link a leírásban, és hát sziasztok! 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 Sziasztok, én Dávid vagyok, itt pedig Barnus. Sziasztok! És most a Pipül Tímes ajándékoztás játékait fogjuk megnézni nektek. Játékez Dáviddal és Barnussal! Itt van két darab kacsa. Ezeket műanyagból, sőt gumiból vannak. Aztán van itt kettő darab napszemüveg, ha jól látom. Elég menők. Gondolom azért a napot korlátozott mennyiségben és minőségben szűrik, de alapvetően jó pofák, nem? Kicsit olyanok vagyunk most, mint a Men in Black. Tündér király éjszakája című könyvet. Te inkább a meséket választanád, vagy valami jó kis krimit? Én egyikre vagyok, én inkább regényeket olvasok. Tényleg regényeket olvasok? Hát szerintem ez elfogadható annak, ha belegondolsz, nem? Mondjuk, de szerintem, amíg van egy jelenti. Hát ezt nagyon gyorsan kitaláltad, és valóban föl kell szerelni a kormányra. Tudunk vele csengetni, és egyébként pedig van rajta egy iránytű, hogy mindig tudjuk, merre van éjszaka vagy dél. Picit hangos, de amúgy jól pörög. Nekem nem annyira tetszik benne, hogy domború, mert az átlagosoknál így be van sütve. Hogy az új adót meg tud tartani, aha. Ez meg ilyen domború. Egy kis fallabda ütő és egy hozzátartozó labda. Úgyhogy egy komplett szett, ezzel ketten már el is lehet menni fallabdázni. Azt tudtad egyébként, hogy Ater nagy fallabda játékos? Majd, hogy nem pró már annyira jó nyomja, bizony. Itt van egy kis frisbee. Király. Próbáld meg nem eltalálni vele a kamerát. Ez jól működik, ez is jól működik. Tessék, itt van még kettő. Én meg sikerült eltalálnom a kamerát, de nem baj. Ez egy hevede. Igen, mutasd meg kérlek szépen a nézőknek is. És mire jó ez?
igazából kulcsra lehet választani. Én ezt tudom elképzelni. Ah, egyébként teljes mértékben igazad van. Itt egy másik ilyen kis papucsocska, ez pedig egy papucs kulcstartó. Ilyen vízálló? Vízálló, abszolút, és hát egyébként, ha valaki kulcstartót vesz, az nem egy utolsó szempont, hogy amikor vízbe megy vele, például egy tóban vagy egy medencében, akkor vízálló legyen egyfelől, másrésztől pedig esetleg fönnmaradjon a víz felszínén, de legalábbis jelezzen, mint egyfajta búja még a víz alján is, hogy hello, hello, itt van a kulcs, ha valaki elhagyná, úgyhogy ez praktikus. Igen, de mondjuk nem hiszem, hogy ennyi fel tudnánk tartani egy egész kulcsomat. Nézzenek oda! A Mamma Mia méltán népszerű film DVD kiadása. Hogyha valaki azt hinné, hogy csak nagyobbaknak szóló könyveink vannak, ez pedig a Medve Szipog című könyv. Hatalmas, nagy és gyönyörű illusztrációkkal, ami azért nem elhanyagolható. Ó! Oh. Ugye? De most tök komolyan nézd meg, azért ezek kifejezetten szépek. Igen. Próbálom úgy mutatni, hogy a nézők is lássák. Ez egy váltáska, ami így ránézésre picinek tűnik, de amúgy nagyon praktikus, hogyha például elmentek sétálni, vagy csak leugrotok például a Balatonpartra, akkor ebbe tök praktikusan be lehet tenni egy kis pénz, zsebit, vagy bármit. Uh-huh. És azt az egyik nem szeretem benne, hogy nem normális. Jó, vagy nyilván normális. Tehát nem belülről feszül hanem kifelé, kívül, hanem kívülről. És ezzel könnyen le tud esni. Így. Hát figyelj, ez teljesen korrekt. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, nézzetek meg minket máskor is, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, lájkoljatok minket Facebookon és kövessetek be Instagramon. Ugye? Igen. Oké, sziasztok! Sziasztok!